A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió családmagazinját kezdtük meg ebben a pillanatban. Köszönjük szépen, hogy velünk vannak. Ebben a műsorban az a cél, hogy beszélgessünk egy kicsit a család különböző helyzeteiről, és azt hiszem, hogy a mai napon, amiről beszélgetni fogunk, egy igazán kemény helyzet kiderül majd hamarosan, de előbb engedjék meg, hogy bemutassam vendégeinket. Supiszné Tóth Máriát, a Királykút gyógynövény szaküzlet tulajdonosát, táplálkozástudományi szakembert, egészségtantanárt. Köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm, szervusztok, üdvözlöm a nézőket. Itt van velünk most is, és köszöntöm szeretettel Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztő mozgásterapeutát. Köszönöm szépen a meghívást, szervusztok. És van egy vendégünk, aki eddig még nem járt ebben a műsorban, de nagyon örülünk, hogy vállalta ezt a beszélgetést. Köszöntelek szeretettel Eleke Zsuzsa, a Tanácsadó Info tulajdonosát. Rengeteg titulust tudnék nálad is sorolni, azt hiszem. Igen, nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek veletek, és a nézőket is nagy szeretettel köszöntöm. A műsornak, amely egyébként lassan a 100. részéhez közeledik, hagyománya már, hogyha valaki először van a vendégek között, akkor arra kérjük, hogy mondjon magáról néhány szót. Köszönöm, hogy itt lehetek. Igazán azt gondolom, hogy a család életem miatt vagyok ma itt, azért, mert egy elég nagy családban élek, ami egy kicsit kalandos és nem egyszerű módon kialakult család. Nekem 3 gyerekem van, a legidősebb most mindjárt 22, a legkisebb 10 éves lesz, de hogy az életemben számos olyan döntés volt párkapcsolati témában, amire az ember természetesen nem büszke, mert nem ezt vágyta meg kislánykorában, amikor vágyta a szőke herceget a fehér lovon, és azt gondolta, hogy lesz egy tuti párkapcsolata, egy boldog házassága, és majd nagymama lesz, és milyen szép lesz majd ez az egész, egy ilyen, mint egy tündérmese. Hát az élet nem így alakult nálam sem, és talán a hivatásom is ezért lett ez a mentorálás, coachingolás, változás, versenymenedzselési vonal igen erős és intenzív, mert azt gondolom, hogy egy komoly önismereti kérdés áll az egész téma mögött. Tehát nem elég okosnak lenni, nem elég szépnek lenni, nem elég az anyunak megfelelni, az apunak megfelelni, és Zsuzsi nagyon jól mosolyog, mert imádja ezt a sztorit, de tulajdonképpen tényleg így van, hogy megszületünk, megpróbálunk egyfajta szereprendszerben élni és megfelelni, miközben óhatatlan, hogy szépen fellövünk, és újabb és újabb feladataink vannak, és ilyen a párkapcsolat, és hogy visszatekeredjek így a családi élethez, hogy nálunk hagyomány a nagy család, mindenki nagy családos. Én is nagy családba születtem, a szüleim nagy családosok voltak, teljes kódolt volt, hogy nekem is csak nagy családom lehet, de hát van ehhez alkalmas partner, akivel én ezt jól végig tudom csinálni, és talán ez egy nagyon komoly kihívás, ebben nekem kellett nagyon sokat változni, rájöttem tulajdonképpen arra, hogy én magam sem biztos, hogy akarok párkapcsolatban élni, de hát hogy lehet párkapcsolat nélkül anyukának lenni, vagy családot megélni. Úgyhogy a téma nagyon bonyolult, nagyon-nagyon nehéz. Én mégis azt gondolom, hogy egy dolgot nem tehetünk úgy, mint a struc. Nem lehet ez, hogy az összes konfliktus és hibáról bedugjuk a fejünket a homokba, és azt mondjuk, hogy szégyenkezve eloldalgunk, és azt mondjuk, hogy oké, akkor inkább úristen, nem állok innentől kezdve senkivel se szóba, mert én milyen borzalmas anyuka vagyok, vagy lennék, vagy értem, mit csinálok az életemmel. Én azt gondolom, hogy minden konfliktus oldható, elsősorban magunknak belülről, és utána tudjuk majd kifele a környezetünk és a családunk felé, és ezeket az oldásokat megtenni. Attól félek, hogy most, ahogy itt beszélgetünk, szinte példa vagyunk a mai helyzetre, hogy tulajdonképpen 4-ből 3-an vagyunk, akik újra kezdtük a házas életet. Van egy valaki, akinek gratulálok, kitartóan együtt van az első férjével, és nem ez a ritka manapság? Igen, szerintem ez a ritka, hogy most ez baj, vagy nem baj, vagy egyáltalán ezt minősíteni, szerintem nem tisztem, de valóban ez a ritka. A tény, hogy nem egyszerű az alkalmazkodás, hogy a két ember kapcsolata
folyamatos alkalmazkodásról szól. Aztán ahogy jönnek a gyerekek, akkor még inkább a helyzethez való alkalmazkodáshoz is. Tehát nagyon-nagyon sok minden járul ehhez, de én azt gondolom, hogy az is számít, hogy mit hoztál otthonról. Tehát én egy olyan klasszikus családban nőttem fel, két bátyám van, egyikünk már sajnos nem él. Édesapám jóval idősebb volt, mint édesanyám, tehát kicsit ez is biztos meghatározta a helyzetet. Valahogy nekem az a klasszikus családmodell az úgy beleívódott az én vérembe, és én azt gondoltam, hogy ez a jó út, vagyis ez az egyetlen út. A férjemnél neki sajnos édesanyja meghalt már akkor, amikor ő 2 éves volt, neki hányatottabb volt sokkal a sorsa. Én azt gondolom, hogy ő meg pontosan ezért akarta a stabilitást és a kiszámíthatóságot és a folyamatosságot, de két ember kell ahhoz, hogy ez így létrejöjjön, én abban biztos vagyok. A mozai családban való élésnél is lehetne azt mondani, hogy mindenki kéne. De mégis én úgy érzem, hogy kell egy valaki, aki valamelyest irányítja ezeket a dolgokat. Jól gondolom? Hogyne. Minden családban kell, hogy legyen egy irányító. A klasszikus családmodellben meghatározott szerepek szerint fog az egyik fél ezért a területért felelni, a másik fél azért a területért felelni, kinek-kinek az erősségei, meg a lehetőségei szerint, én azt hiszem. De ezekben a mozaik családokban, ezekben csak akkor lesz élhető az élet, hogyha mindenki hajlandó beletenni a maga részéről azt, hogy alkalmazkodok, azt, hogy figyelmes vagyok, azt, hogy előzékeny vagyok, azt, hogy udvarias vagyok, azt, hogy a szabályokat betartom a családon belüli rendszert, támogatom mindenféle módon. Ha ez nem megy, akkor ez nem fog működni. De amikor összekerül két olyan ember, akiknek nem közös gyerekeik vannak, akkor ott azért alapvetés az, hogy megbeszéljük azt például, hogy bemutatom, hogy az én gyerekeimnek ilyen szokásrendszere van, neki ez tartozik a természetrajzához, vele így könnyű bánni, ő, hogyha krízisben van, akkor így viselkedik, stb. Hogy a másik felet erre felkészítsem. És ugyanez vice versa, hogyha ismerjük azt, hogy mit tudunk tenni a helyzetek, a konfliktusok kezeléséért, akkor már közelebb vagyunk ahhoz, hogy egyfajta békesség legyen az otthonunkban. Kétségtelen, hogy elég nehéz összefésülni. Ugye, amikor két ember jön, ahogy most a Marika elmondta, hogy ő a klasszikus családból jön, az ő férje sajnos az édesanyja nélkül kellett, hogy felnőjön. Tehát tök más, mintha két világ került volna egybe, és mégis össze kellett csiszolódni. Na itt nem csak a két ember, amikor egymásnak igent mondanak, fog egybe kerülni, hanem hozzá csatolt fájlként a gyerekeiket, meg a hozzátartozó minőségeket. És ezeket is össze kell simítani. Tehát én azt gondolom, hogy valóban munkás, valóban nagyon sok energiába kerül, de ugyanakkor szerintem gyönyörű lehetőségeket is rejteget az magában. Én úgy gondolom, hogy első találkozásnál azért mindig jön valami benyomás. A legritkábban van az, hogy azzal kezdik, akár a gyerekekkel, hogy na majd most akkor mi szeretni fogjuk, mert ő lesz az új testvérke. De most el tudom képzelni egy nő életében is. Most van ott a szerelem. Jó, elterveztük, hogy együtt fogunk élni, van neki is gyereke, nekem is gyereke. Találkozom az ő gyerekeivel. Hát nyilván, hogy nem mindjárt anyaként fogsz ránézni. Abszolút nem. Sőt, én például, amikor a páromat megismertem, és neki 4 gyermeke van. Uf. Nekem 3. Tehát, hogy mi 7 gyermeket tartunk így a rendszerünkbe, és amikor én őt megismertem, sőt, a gyerekeit megismertem először, óriási pillanat volt a kisebbik fiával, jött a lépcsőn le, és így egymásra néztünk, és körülbelül az a szerelem érzés volt, mint az apukájával, és így ránéztem, mondom, Úristen! És hogy úgy tudott csillogni, úgy nézett a szemével, hogy így mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy ez lehet, hogy egy számomra vadidegen gyermek, ugye, mert hogy nyilván ők nem élnek velünk a mindennapokban, hanem alkalmanként láttuk őket, és volt akkor mondjuk 10 éves ez a kisfiú, De úgy nézett rám, és annyira elfogadó pillantásai voltak, és nekem is, hogy komolyan mondtam, hogy ilyen nincs, de hogy mégis megtörténik, tehát van, tehát hogy hinni kell abba, és bízni kell abba, hogy a gyerekek
az, hogy ők belekerültek ebbe a szituációba, mert hiszen ez nem az ő döntésük, hogy a szüleik elváltak, és ez egy nagyon fontos nézőpont, hogy ne úgy nézzünk ezekre a helyzetekre, vagy ha valaki mondjuk frissen most kerül bele egy ilyen szituációba, hogy ismerkedik valakivel, akinél egy hasonló szitu jöhet, hogy ő is egy már gyermekkel megáldott szülő, és ők szeretnének egy új kapcsolatba jönni, hogy semmiképpen ne az legyen a kiinduló pont, hogy majd én megnézem, és majd én megmondom, meg majd én, nem én, hanem hogy lássuk meg őt, lássuk meg a gyereket, lássuk meg abba a lehetőséget, hogy az a kisgyerek, vagy akár már nagyobb gyerek, hogy ő neki van egy saját érzelemvilága, ő lehet, hogy ugyanúgy nyitott lenne, hiszen mi párkapcsolatba kerültünk, tehát nem véletlen az, hogy én mondjuk most nálunk is a párommal tényleg az, hogy van érzelmi kapcsolat, van érzelmi szál, akkor nagy eséllyel a gyerekeibe is ugyanúgy legalább valami egy morzsa, vagy valami lesz abból, ami nekem apuba tetszik. És ez ugyanígy, hogy ez nagyon fontos, hogy merjünk nyitottak lenni a gyerekekkel, amikor egy ilyen új helyzet van az életben, hogy meg kell őt ismerni, és el kell tudni fogadni úgy, ahogy van. És én általában, nem általában, tehát minden szituációban elmondom a nevel gyerekeimnek, akkor most így mondom, hogy én semmi más nem tehetek veletek, csak szerethetlek benneteket, és ezt meg is teszem. Pont úgy, ahogy vagytok. Mert én nem lehetek az ő múltjuknak a semmifajta, tehát feloldója lehetek, helyzeteket, bizonyos konfliktusokat tudok kezelni, de az, hogy ők kapták ezt a szituációt, amiben nekik most lenni kell, erről ők nem tehetnek. Viszont ha én őket ezért bántom, akkor soha nem lesz jó kapcsolatunk. És ugye ez egy nagyon nehéz játszma, innentől kezdve az ember nem jó, ha játszmákba van, mert tudjuk, hogy ez nem jó, hanem innentől kezdve nagyon következetesnek kell lenni, és tényleg nagyon kell megfigyelni és szeretni őket, és bármilyen apró dologgal, amivel tudunk kapcsolódni, ott igen kell kapcsolódni, és ez építi szépen előre ezt az egész életet, és ettől alakul a bizalom, ettől mélyül el a kapcsolat, és türelem kell, őrült türelem kell, és nagyon hosszú idő, hogy az ember azt mondja, hogy oké, az indulataimnak és minden megérzésemnek ellenére is hagytam elég időt arra, hogy ez a kapcsolat tudjon fejlődni. És nem mindenkivel tud egyforma mélységekbe menni, ez teljesen természetes. Tehát nálunk is ugye 7 gyerekből, a saját vérszerinti gyerekemnél, és voltak olyan időszakok, amikor egyszerűen, ha tótába stáltam volna, se tudtam volna vele kapcsolódni. És aztán jött megint olyan időszak, amikor közelebb kerültünk egymáshoz, és tényleg egy anya-gyerek kapcsolat nagyon klasszul fejlődött. Vagy hogy tényleg értettem, hogy értjük egymást. Ez ilyen, hogy a gyerek, szülő-gyerek viszony milliószor előfordul, hogy mondom neki a gyerekem, hogy, és mint a farhány borsó vagyok, és lepörög róla. Tehát ez egy másik nagy tapasztalás, hogy mozaik családban olyan gyerekkel is tudok lehet még mélyebb szülő-gyerek kapcsolatot kialakítani, aki nem a vér szerinti gyerekem. Azért ez gyönyörű szép, és az a mondat gyönyörű szép, hogy szeretni tudod, tehát igen, hogy szereted igen. őket, és az úgy viszonylag az elején kialakult, azért ez nem megy mindenkinek, ezt el kell neked mondjam. Igen. Tehát azért van, aki ezzel nagyon sokat dolgozik. Persze, de törekedni kell rá. Tehát én azt gondolom, hogy a mai világ amúgy is érzelemmentes, és egyre inkább olyan, hogy főleg a pandémia óta ez a távolságtartó élet van. Tehát, hogy mindenki próbál kényesen legalább másfél méterre állni a másiktól, és ugye ez a családokban is borzasztó nagy, nagyon sok bajt hozott. Mert a gyerekek is, akár csak nálunk megint a mozaik családba, találkozunk a másik családba lévő gyerekkel, mert kapcsolattartás van, láthatás, mindegy, hogy hívjuk, hogy most hivatalosak vagyunk, vagy nem, és nem ölelheted meg a gyerekedet, vagy a nevelt gyerekedet, mert mi nem találkozunk olyan sűrűn, és mi van akkor, ha, ugye? Tehát, hogy ezek ilyen mondva csinált szituációk, de benne van a történetben, hogy igen, hogy ő tényleg nincs közel, tehát, hogy földrajzilag mondjuk több száz kilométerrel lakik tőlem, és, vagy tőlünk, és akkor őt, mikor ritkán látom, és mondjuk van egy ilyen vírushelyzet, akkor ő nem fog megölelni, pedig egyébként máskor megpuszítottuk egymást, megöleltük egymást, és ő azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy nagyon nehéz így a családban megtartani ezt a folyamatos összhangot, és iszonyat sokat kell érte dolgozni, hogy egyébként ez megmaradjon, és működjön. És még nehezebb, hogyha nagyobbak a gyerekek. Mert talán, hogyha kisebbek a gyerekek, akkor még könnyebben lehet őket igen. alakítani, vagy eleve tisztábbak az érzéseik. Igen, viszont ha már nagyobbak,
akkor azért ez még nehezebb tud lenni. Kicsit igen. Egy ilyen nagy szülőszemlélet. Én ahogy így hallgattam itt most a Zsuzsát, hogy szeretni, és az jutott az eszembe, hogy én így állok az unokáimhoz. Tehát, hogy én látom őket, én szeretem őket, és imádom őket, de nem akarom se megváltoztatni, meg nem akarom se befolyásolni. Se. Egyszerűen csak a szeretet erejével akarok, és ő is felén fordulni, és akkor valahogy ez a mozaik családban lévő viselkedés is ezt sugallta számomra. Abszolút, mert egyébként mitől több, tehát most mondanám, csúnyán magam mostoha szülőnek, ugye ez mint egy rossz mesekönyv, hogy a mostoha anyuka azt csinált, ahogy, és itt tele van egy negatív érzelmekkel, és én nem akarok negatív fős lenni. Tehát én amúgy is így élek, tehát én szeretem a pozitív dolgokat, hogy mindig a támogató dolgokat, de egy családban, hogyha egy nő, és itt ez nagyon erősen egy női szerep szerintem, hogyha nem tudjuk ezeket a pozitív energiákat nagyon magas szintre feltolni, és hogy főleg a gyerekek irányába a pozitív érzelmeket generálni, akkor abban nagyon nem lesz család. Tehát, hogy a férfiak is nagyon fontosak, az ő energiáik egészen más szempontból nagyon-nagyon fontosak, de ez a szeretett közösség az, hogy a gyerekek biztonságban legyenek, hogy érezzék azt, hogy igen, őket meghallgatják, tényleg figyelnek rájuk, tényleg értő figyelmet kapnak. Nem non-stop, tehát nem 0-24-ről beszélünk, mert én is dolgozom, tehát hogy nálunk is ez az alaplogisztika, ez egy őrület, mire mindenkinek minden dolga megoldódik, de amikor a fókusz ott van vele, bármelyik gyerekkel is, akkor ő neki biztonsággal tudnia kell, hogy az anya őt biztosan szereti, és ez az érzés, ez stabilnak kell lennie. Tehát ez a minden számomra legalábbis, hogyha ez nincs, akkor ezt tudom képzelni, hogy mi történne a gyerekkel. Tehát, hogy tényleg, ez egy abszolút alap. Említetted, hogy az első találkozás milyen jól sikerült a 10 éves kisfiúval. Én szerintem nagyon sokat játszott ez bele, hogy készítette fel őt az apa a találkozás előtt. Tehát, hogy mit hallott rólad? Hát, meg az is nagyon belejátszik, hogy milyen volt előtte az ő szüleinek a válása. És hogy ők hogyan testálják a gyerekre a saját sérelmeiket és a saját nehezítettségeiket. Tehát az egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet, amikor elválik egy házaspár, mondjuk anyánál marad a két gyerek, apa egy új kapcsolatba kerül, és önneki van láthatási vagy kapcsolattartási lehetősége, és anya nem tudta megbocsájtani apának azokat a sérelmeket, amiket ő úgy érzi, hogy megkapott és elviselt, és bizony-bizony a gyerekére fogja testálni ezeket. Óhatatlanul. Ez már intelligencia kérdése, hogy milyen mértékig hat rá. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Én annak idején sajnos elég sok válást celebrálunk a munkánk során, mert eljutnak a családok odáig, hogy szakadás és különválás van. Az egyik kislány mondta egyszer nagyon aranyosan, hogy anya meg apa összekiabáltak és szétmentek. Egy kis óvodásom volt. És ilyenkor mindig azt mondom mindegyik szülőnek, hogy ezt az egészet úgy csináld végig, hogy a gyerekedet nem tudod megkímélni mindentől, de a legkevesebbet terheld rá, és legyél egy dologban biztos, teljesen mindegy mennyi idős a gyereked, 3 éves, 8 éves, 13 éves, mindent pontosan lát és levesz rólatok, és integrálja magába. Pontosan tudja, hogy anya hol hazudik magának, hol csapja be apát, vice versa, ki mivel játszik, tudja, hogy őt hol használják karnak, hol használják pajzsnak, hol tudja a gyerek életét megélni, hol testálják rá a felnőtt dolgokat, csak gyerekként nem tud vele mit kezdeni. De megtanulja az üzemmódot, anya üzemmódot, apa üzemmódot, nagymama üzemmódot, nem tudom én, és megtanul alkalmazkodni, mert a gyerekek hallatlan alkalmazkodó képességgel rendelkeznek, és túlélni kell nekik bármi áron, hiszen ez a felnövekedésüknek az áloga. Az már az új családnak az intelligenciáján, a hozzáállásán, és főleg az érzelmi intelligenciáján, ahol a Zsuzsi gyönyörűen beszél róla, múlik az, hogy ebbe a közegbe hogyan integrálom a gyerekeket. Mert ugyanis, amikor jön két oldalról 2-3-4 gyerek, pláne, hogy ott még nem is egy anyától van még az apa részéről a 2-2 gyerek, az egy annyira színes kavalkád lesz, és annyira sokrétű, és annyira bonyolultan összetett szövedék lesz, hogy ebbe, ha nincs ebbe a hálóba egy olyan megtartó erő, egy olyan rendező elv, amiről Zsuzsi beszélt, akkor esélytelen,
hogy itt élhető élet legyen, bármilyen szinten is, akármilyen rövid ideig is, mert akkor az csak a pokollal lesz egyenértékű, és az anarchiával. Tehát, hogy itt mindenkinek kell tudni alkalmazkodni, és mindenkinek kell tudni odafigyelni a másikra, és mindenkinek tiszteletbe kell tudni tartani a másikat. Na ehhez a megtartó erő az a két szülő? Elképesztő kihívás. Szerintem ez az én felfogatomban tiszta idegbaj egyébként. Nyilván tudni kell kezelni, és azért tőled ez nem áll távol a szakmád miatt sem egyébként, én el tudom képzelni. A gyerekek, ha egymásról beszélnek, tehát mondjuk a te valamelyik gyermeked emlegeti a férjed valamelyik gyermekét az iskolába, akkor mit mond testvérem? Igen, aztán néha ragozzák, hogy féltestvérem, meg ilyen nem is vagyunk édes testvérek, tehát ilyen nincs rá jó szófordulat egyébként szerintem, ami viszont nagyon tetszik, és ugye a Zsuzsit hallgattam, annyi minden eszembe jutott még, hogy mégis megélik azt a legmélyebb testvéri szeretetet. Tehát, hogy ahogy én látom őket, és nálunk az a szerencse, hogy az első három a fiú, a négy alsó korosztály meg lányok, és ráadásul pont úgy, hogy az én legkisebb lányom és legidősebb lányom között van a páromnak, a férjemnek a két gyermeke. Tehát gyakorlatilag, mint az orgonasípok, tehát most így 10-11-12-13 éves gyerekekről beszélünk, és ez a legizgalmasabb. A legizgalmasabb, de hogy ez most már így van 6 éve, tehát mi most már 6. éve együtt élünk, megkérte a kezemet apuka, tehát hogy nem úgy volt, hogy na jó, akkor gyere, és akkor leszünk együtt, és akkor rakjuk össze a gyerekeinket, szóval, hogy nem ez a világkép, hanem ő tényleg komolyan gondolta, és én is komolyan gondoltam, bár semmilyen különös körülmény nem lett volna arra, hogy mi nekünk mindenképp össze kell házasodnunk, de hogy például ez is az életünknek egy nagyon szép pillanata volt, amikor készültünk az esküvőre, és akkor még picik voltak a lányok, és ahogy ők készültek, gyűrűket hajtogattak papírból, és ők annyira készültek erre, hogy Úristen, ugye a lányok, hogy az én apa istenem, az én lányai meg, hogy én az anya istenem, hogy mi történik, hogy mi ez, hogy most össze fognak házasodni. És hogy azért mi ezt, tehát nekünk ez egy óriási élmény volt megélni, persze a szülők, a külvilág, és mindenki más, aki így nézett, hogy ja, oké, összeházasodnak, tehát hogy ez egy belülről egy egészen másfajta folyamat, mint egyébként egy fehér ruhás esküvő, amikor az ember tényleg arra készül, hogy az élete első komoly és igazi nagy döntését meghozza. Mindegyikhez nagy szerencse kell, ez biztos, de a mozaik család témában én tényleg azt gondolom, hogy a világon nem azért vagyunk itt az emberek, nem azért vannak itt, hogy egymással gyűlölködjenek és egymást bántsák, hanem azért vannak itt, hogy szeretetet tudjanak adni és kapni. Ha ez nem megy, akkor tényleg teljesen mindegy minden, és én minden nézőt arra biztatnék, hogy ne adja fel akkor, hogyha a mozaik családos szituációba kerül. Tehát ettől ő nem lesz kevesebb, ő ezért nem egy rosszabb szülő, vagy egy rosszabb anyuka, vagy egy rosszabb apuka, hanem ő csak megpróbál egy normál társadalmi, normál életformában lenni, és nem a magányt választja. Hiszen a magány az szerintem a legrosszabb választás. Én nekem biztos, hogy az lenne, van, aki persze nagyon szeret egyedül lenni, de amíg szerintem az emberek társas kapcsolatban szeretnek lenni, a gyerekeknek mindenképp szükségük van támogató közegre, és amint még egy nagyon fontos üzenet, és amit megtanultam, és erről nagyon sokat beszéltünk a Zsuzsival is, hogy a szülő maradjon szülő, és a gyerek pedig gyerek. Tehát, hogy ne kavarjuk össze ezeket a szerepeket, mert ez egy nagyon durva szituáció a mozaik családnál, hogy anyu egyedül maradt a gyerekekkel, apu egyedül marad a gyerekekkel, és akkor a gyerek hirtelen egyik napra a másikra, mert nem a gyereki minőségében van egy feladatban, egy helyzetben, egy életben, hanem átcsúszkál egy ilyen szülői szerepkörre, és ebből felnőtt korra vagy későbbi korban a gyerekeknek nagyon kemény szituációjuk van. Tehát amíg gyerek, addig hadd legyen gyerek, ne azokat a konfliktusokat kezdje el megoldani, ami az anyunak, meg az apunak a konfliktusa. Tehát ott nagyon-nagyon nagy problémák, meg hosszú távú negatív folyamatok indulnak el, hogyha ő nem a gyerekkori élményét élheti meg. Ez így van, parentifikálom. Hogy a gyerekeknek ez még mindig mennyire érdekes, tehát én saját magam nem tudom, te is az unokáiddal, hogyha beszélgetsz, tapasztalta, de hogy beszélgetek az unokámmal, és mondja, hogy a barátnőm most költözött ide, mert hogy elváltak a szülei.
és úgy éreztem a hangjában, hogy ez olyan félelmetes. Szerencsére ők, a fiam és a gyerekei és a felesége édes családban élnek, de úgy éreztem a hangján, hogy ez olyan félelmetes, hogy az ő barát, nem tudom, hogy nálatok elhangzik-e ilyesmi, beszélnek-e róla a fiúk. Igen, nálunk is van ilyen, hogy úgy költözött így, hogy új osztálytárs érkezett, mert hogy elváltak a szülők, és ez idejött, és szegény. Igen, szegény ide. Tehát azért ez a gyerekekben ez egy óriási dolog, és hogy így hallgattam itt a Zsuzsákat beszélni szakmai szempontból erről a dologról, és ez így abszolút szép, tehát ahogy így ők elmondják, hogy szakmailag ez mi helyes, és hogyan helyes, meg hát te meg tapasztalatból is ezt csinálod. De azért én látom például az én ismeretségi körödben, most konkrétan két ilyen mozaik családos dolog is beugrott nekem, az abszolút nem így megy. Tehát nem megy ennyire simán, nem megy ennyire tökéletesen, nagyon-nagyon sok konfliktust látok. Nagyon, például mind a kettőnél, akik most eszembe jutottak, mind a kettőnél voltak külön költözések, aztán újra összeköltözések, és a gyerekeknél láttam a konfliktust, és nem a gyerek gyereknél, hanem a gyerek és a másik szülő. Igen. Tehát ott voltak a konfliktusok, mind a két családnál, akinél én ezt láttam, és az egyik családnál ott úgy oldották meg, hogy végül is külön költöztek, a két szülő tartja a kapcsolatot, tehát gyakorlatilag ilyen nem tudom, tehát ilyen alkalmi kapcsolatként tartják a kapcsolatot, de együtt nem tudnak lakni, mert egyszerűen a gyerekek nem hagyják ezt. Igen. Ilyenkor mindig azt gondolom a háttérben, hogy az elvált fél sértettsége fogja meghatározni ennek a gyereknek az érzelmi világát, és a rátestált nehézségek miatt nem fog tudni ez a gyerek gyerek státuszban maradni, hanem fog egy olyan helyzetet fölvenni, amikor ő akar irányító lenni a kapcsolatban. Tehát egy gyerek soha nem lehet irányító egy kapcsolatban, és ugye, amikor Zsuzsival erről beszélgettünk, nagyon régi a mi ismerettségünk, nagyon sok évtizede már szerintem ismerjük egymást, amikor ezekről a dolgokról beszélgettünk, akkor én ezt nagyon komolyan kihangsúlyozom, érintett gyerek voltam, elvált szülők gyereke vagyok. Tehát én pontosan tudom, zsigerből, gyomorból, mindenhonnan, az utolsó sejtemig, hogy mit él át a gyerek, főleg, hogyha az egy dramatikus válás. És akkor ennek a nehézségei, hogy hogyan fogják az ő felnőtt korát, amiről Zsuzsi beszélt, befolyásolni. Amikor rátestálnak olyan szerepeket, amikor anyának a gyereke lesz a barátnője, és fogja elmondani a sérelmeit, vagy apa a fiának, vagy a lányának, most ez teljesen mindegy, és itt most nem erre akartam kihegyezni, hanem hogy a szülő a gyerekének fog panaszkodni a másik szülőre, ami lehetetlen élethelyzetet fog teremteni a gyereknek. Tehát a gyerek ezt nem fogja tudni feldolgozni, nem tudja kezelni, nem az ő tiszte, nem az ő lehetősége, nem az ő feladata, nem az ő jogköre, nincsenek hozzá kompetenciái, ezzel csak úgy megnyomorítjuk, hogy elvágjuk a felnőtté válás útját is. Azt hiszem, nyitva hagyjuk a témát, nem tudjuk lezárni, mert hogy elszaladt adásidőnk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm Eleke Zsuzsának, Fekete Cseri Zsuzsának és Súpiszné Tóth Máriának is, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk Családőrzők című műsorunkkal. Viszontlátásra! Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.